Hogy nagyon jó irányba haladunk, biztonságosan kezeljük a hajót, manőverekre nagy hangsúlyt fektettünk, illetve hát a hajósebességre különböző szögeken. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy magabiztosan állhatunk oda a rajtvonalhoz. Kisebb fejlesztések lesznek, főleg vitorlázatban az idén. Hát reményeink szerint ez a fehér szalaggal fog elkészülni. Előtte még remélem egy-két napot tudunk vele edzeni. Hova teszed a fistit? Hát igen, az idén lesz ugye az 50. kék szalag, nyilván mindenki nagy erőkkel készül a jubileumi versenyre, ugye ahogy mi is. Lesznek erős ellenfelek, úgy gondolom, hogy nyilván a magyar versenyzők közül is, de ugye nagyon komoly külföldi csapatok is érkeznek. Hagarával, Roland Geblerrel, illetve újra itt lesz a Sáfrám, aki már egyszer megjelent minket. Én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül esélyes vagyunk a győzelemre. Nyilván mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.